Az amerikaiak szeretnek vásárolni, akár online, akár üzletben. Ha valami le van árazva, azt megvesszük. De vajon hova vezet minket ez a vásárlási mánia? Mély adósságba. Egy nemrég megjelent jegybanki jelentés szerint az amerikaiak összes adóssága 3,3 billió dollár. Egyébként ebben a számban nincsenek is benne az ingatlan jelzálogaink. Michelle Singletary, a Pénz színe című sajtórova díjnyertes írója és a 21 napos pénzügyi böjt, avagy út az anyagi békességhez és a szabadsághoz című könyv szerzője egy tervel állt elő, amely segíthet az adósságból való kilábalásra. Sok amerikai hitelből finanszírozza az amerikai álmot, ami aztán rémálommá válhat, mivel a hitelük túl sok lesz, nem tudják kezelni. Az embereknek kölcsöneik vannak autóra, diákhiteleik vannak, hitelkártyáik vannak, valamint hiteljeik a nyugdíjukra is. Ott vannak még a jelzálog kölcsönök, és sok embernek van az országban olyan jelzálog kölcsöne, amit nem engedhetne meg magának. A pénzügyi háztakarítás első lépése azzal kezdődik, hogy megértjük, mi a különbség a között, amit szeretnénk, és amire ténylegesen szükségünk van. Michelle azt javasolja, hogy írjuk le azokat a dolgokat, amikre valóban szükségünk van, és amiket az életben leginkább értékelünk. Tegyük ki a listát a lakásunkba valahová, ahol azt minden nap látjuk. A pénzügyi egészségünk helyreállításának következő lépése, hogy kezdjünk böjtölni. Igen, jól értették, böjtölni a költekezésben. Tehát 21 napig nem mehetünk el étterembe étkezni. Ne menjünk moziba, ne költsünk semmi olyanra, amire nem feltétlenül kell. A rezsiszámlákat persze mind ki kell fizetni, de a többi extra dolgot nem. Nincs kávé sem, és semmi extra. További alapszabály a 21 napos pénzügyi böjthöz, hogy nincs kártyás fizetés. Az elkövetkező 21 napban csak készpénzt használhatunk. Sem hitelkártyát, sem bankkártyát. A Michigani Műszaki Egyetem egyik tanulmánya megvizsgálta az emberek költekezési szokásait. A kutatók arra jutottak, hogy amikor az emberek bankkártyával fizetnek, többet költenek, akár 100%-kal többet. Ha tapintható, ropogós készpénzt adunk át, sokkal takarékosabbak vagyunk a kiadásainkban. Amíg a 21 napos pénzügyi böjtje tart, készítsen naplót, hogy nyomon tudja követni, hová megy a pénze. Ez segíteni fog abban, hogy egy valós havi költségvetést tudjon készíteni. Minden költségét tüntesse fel. Az emberek megpróbálják lerövidíteni a költségvetésüket azzal, hogy csak a főbb kiadásaikat jegyzik le, például a jelzálog törlesztést, az autó fenntartását, és ha van, az adósság törlesztést. Így pedig nagy űr marad a költségvetésükben, amikről megfeledkeztek. Azért nem működik a költségvetésük, mert nem írtak le minden kiadást. Itt van néhány költségtípus, amire nem mindig gondolunk. A házi állatok, az autó, lakás, gyógyszerek, ruházkodás, amelyeket szintén bele kellene foglalni a költségvetésbe. Ez lesz a pénzügyi térképe. Nézze úgy a költségvetését, mint egy GPS-t, ami el fog vezetni egy adott helyről egy másik helyre. Még hogyha nem is sikerül valami az út közepén, a költségvetés segíteni fog, hogy újra tervezze az egészet. És ez a szabadság. Öröm tudni azt, hogy a költségvetés vezetése segít elérni a céljait. Ha már tudatában van annak, hogy mire megy el a pénze, itt az ideje, hogy komolyan elkezdjen foglalkozni azzal, hogy hogyan szabaduljon meg a hiteleitől. Következzen egy egyszerű képlet, amivel nagy mértékben le tudja csökkenteni az adósságait. Írja fel az összes hitelkártyáján lévő egyenleget, majd összegezze. Nézzen szembe vele. Tanulmányozza alaposan a felhalmozott hiteleit, aztán a visszafizetést kezdje a legalacsonyabb tétellel. Ahogyan egy adósságot törlesztett, térjen át a következőre. Haladjon végig ezen a folyamaton, amíg végére nem ér a tartozásoknak. Minden egyes kifizetett adósság egy lépés a pénzügyi szabadság eléréséhez. Ne mondogassa azt, hogy majd holnap megcsinálom, vagy majd holnap kijövök az adósságomból. Kezelje a helyzetet már ma. Hogyha mindössze csak néhány ezer forintja van, kezdje azzal. Arra is szükség van, hogy nyisson egy sürgősségi alapot a nagyobb, váratlan események miatt bekövetkezhető kiadásokra.
Olyan dolgokra, mint egy elhúzódó betegség, egy haláleset a családban, vagy egy állás elvesztése. Fontos szabály, hogy legyen annyi tartalék készpénze, amely 3-6 hónapig elegendő az alapvető kiadásainak a fedezésére. Az Élet zajlik nevű pénzügyi alap segít abban, hogy olyan dolgokat fedezzen vele, amik egyszerűen megtörténnek az életben. Például, amikor lerobban egy autó. Tehát, amikor ki kell fizetnie sürgősen valamilyen számlát, az arra való pénzösszeg rajta van ezen a pénzügyi alapon. Így a sürgősségi alap megmarad az igazán nagy dolgokra. A rendezett pénzügyi élet nagyon sok haszonnal jár. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy erősebb kapcsolat alakulhat ki a házastársával. Az Egyesült Államokban a válások egyik legfőbb oka a rossz pénzügyi helyzet. Bizonyosodjon meg arról, hogy ön és házastársa a kapcsolatuk védelmének érdekében bevezetnek néhány alapvető szabályt. Figyeljenek arra, hogy a pénzügyi életük nyitott és átlátható legyen. Nincsenek titkos költések. A fontos döntéseket közösen hozzák meg. A pénzügyi problémáikat ne teregessék ki mások előtt, ha csak nem szakmai segítséget keresnek. Ne hívja fel az édesanyját, mondván, hogy a férje elkölti minden pénzét, és ne hívja fel a barátait azzal, hogy a felesége minden idejét vásárlással tölti. Ezek nem fogják megoldani a problémákat. Ismerjék meg Mirna és Carlton Jacksont. Amikor elhatározták, hogy őszintén megnézik a pénzügyi helyzetüket, majd egy tervet fognak követni, a pénzügyi helyzetük gyökeresen megváltozott. Készítsenek egy tervet, költségvetést és célokat, hogy hova akarnak eljutni. Ezután pedig cselekedjenek. Az 5 nagy hitelünk közül 4-et nagyon gyorsan sikerült lefaragnunk. Az adósságunk körülbelül 40 ezer dollárral csökkent. A dolgok sokkal jobban mennek számunkra. Van egy tervünk, hogy hova akarunk eljutni. Ha az űrzavaros anyagi helyzete van és az adósságai terheit cipeli, ne bátortalanodjon el, és ne adja fel. A Biblia azt mondja Jeremiás síralmainak könyvében, hogy Isten kegyelme minden reggel megújul. Bízza ma is Istenre pénzügyi életét, és kérje, hogy segítse önt hozzá egy új kezdethez. Minden nap egy újabb lehetőség, hogy kevesebbet költsön, és többet takarítson meg, és hogy ne így kerüljön adósságba. Minden nap van lehetősége, hogy ezt helyrehozza.